Figyelj ránk, Izrael pásztora, aki úgy terelgeted Józsefet, mint egy nyájat. Te, aki a kerubokon trónolsz, pihenj meg, jelenj meg ragyogva. Mutasd meg hatalmadat, jöjj segítségünkre. Istenünk, újíts meg bennünket, ragyogtasd ránk orcádat, hogy megszabaduljunk. A mi segedelmünk és Isten tiszteletünk megszentelése az Úr nevében van, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén fönnállva a 80. Zsoltár első versét énekeljük, a 3. verszakot helyünket elfoglalva, a Zsoltár így kezdődik, hallgasd meg Izrael pásztora! Thank you.
Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól, és az ő fiától, ami Urunk Jézus Krisztustól. Amen. Kedves gyülekezet, szeretett testvéreim, olvasom Istennek igéjét az új szövetségből, a János írása szerinti Szent Evangélium 10. fejezetéből, az első 15 verset fogom felolvasni. Tekintettel a szakasz hosszúságára, a gyülekezet helyét elfoglalva hallgassa figyelemmel a szentírási szakasz, tehát a János írása szerinti Szent Evangélium 10. fejezetének az első 15 versét olvasom. Ezt mondja a mi Urunk Jézus. Bizony-bizony mondom nektek, aki nem az ajtón megy be a juhok aklába, hanem másfelől hatol be, az tolvaj és rabló. De aki az ajtón megy be, az a juhok pásztora. Neki ajtót nyit az őr, és a juhok hallgatnak a hangjára, a maga juhait pedig nevükön szólítja és kivezeti. Amikor a maga juhait mind kivezeti, előttük jár, és a juhok követik, mert ismerik a hangját. Idegent pedig nem követnek, hanem elfutnak tőle, mert az idegennek hangját nem ismerik. Ezt a példázatot mondta nekik Jézus, de ők nem értették, mit jelent, amit mondott nekik. Jézus tehát így szólt hozzájuk. Bizony-bizony mondom nektek, én vagyok a juhok ajtaja. Aki én előttem jött, mint a tolvaj és rabló, de a juhok nem hallgatnak rájuk. Én vagyok az ajtó. Ha valaki rajtam átmegy be, az megtartatik, bejár, és kijár, és legelőre talál. A tolvaj csak azért jön, hogy lopjon, öljön és pusztítson. Én azért jöttem, hogy életük legyen, sőt, bőségben éljenek. Én vagyok a jó pásztor. A jó pásztor életét adja a juhokért. Aki béres és nem pásztor, akinek a juhok nem tulajdonai, az látva, hogy jön a farkas, elhagyja a juhokat és elfut, a farkas pedig elragadja és szétkergeti őket. A béres azért fut el, mert csak béres, és nem törődik a juhokkal. Én vagyok a jó pásztor. Én ismerem az enyéimet, és az enyéim ismernek engem. Ahogyan az atya ismer engem, én is úgy ismerem az atyát, és én életemet adom a juhokért. A mindenható áldja meg az ő igéjének hallgatását, szívünkbe befogadását, megtartását. Fönnállva imádkozzunk. Urunk, a méltatlanságunkkal, tisztátalanságunkkal és alkalmatlanságunkkal állunk meg a te felséges színed előtt. És bocsásd meg nekünk, hogy olykor úgy vagyunk, hogy szoktunk tetszelegni önmagunk és mások előtt, vélt vagy valós érdemeink gondolatával, és közben teljesen elfeledkezünk arról, hogy a te fenséges ítélő széked előtt senki meg nem állhat. Úr Jézus Krisztus, azért is jó ide eljönni ebbe a te házadba, hogy az önértékelésünk helyére kerüljön, hogy leszálljunk a magas lóról, hogy ne képzelődjünk önmagunk felől, és ne magyarázzuk meg a bizonyítványunkat, és ne viszonyítgassuk magunkat másokhoz, azt gondolván, hogy azoknál azért mi jobbak és különbek vagyunk. Senkinél nem vagyunk jobbak és különbek. Egy valamit tehetünk, erre tanít igéd, és ez a csodálatosan szép dicséret is, hogy azt kérjük, hogy irgalmaz nekünk. A te kegyelmességedből, szeretetedből, irgalmasságodból tekints le ránk. És a nagypénteken értünk meghalt Jézus érdeméért, vegyél el rólunk minden bűnt és kárhoztatást, és szabadíts föl bennünket, hogy a te felséges színed előtt meghalljuk a te szavadat, a te keresésedet, a te hangodat. És jó legelőre találjunk,
Mert a jó pásztor oda vezeti az övéit, ahol megnyugszunk, ahol megtaláljuk a veled való közösségben önmagunkat és azt a célt, amiért érdemes élni. Áld meg a te népedet, nem csak önmagunkért imádkozunk, hanem mindazokért, akik szerte ebben a világban, ezen a napon segítségül hívják a te nevedet, szólj, áldj és erősíts bennünket. Amen. Helyünket elfoglalva a 201. dicséret verseivel készüljünk az ige hirdetése, az ének így kezdődik, Urunk Jézus, fordulj hozzánk! Az az ige szakasz, amelynek alapján kérve a lélek erejét szólni kívánok ezen a vasárnapon, írva található immáron az Ószövetségben, a kezdetekről szóló bibliai könyv, tehát a Mózes első könyvének a 16. fejezetét fogom felolvasni, és kérve a lélek erejét ezen ige alapján szeretnék szólni, a gyülekezet foglaljon helyet. Tehát a Mózes első könyvének a 16. fejezetéből így szól Isten igéje. Száraj, Abrám felesége nem szült Abrámnak gyermeket, de volt Szárajnak egy egyiptomi szolgáló leánya, akinek Hágár volt a neve. Száraj azt mondta Abrámnak, íme az Úr bezárta méhemet, és így nem szülhetek. Menj hát be a szolgáló leányomhoz, talán az ő révén lesz fiam. És hallgatott Abrám Száraj szavára. Akkor Száraj, Abrám felesége fogta a szolgáló leányát, az egyiptomi Hágárt, és férjéhez Abrámhoz adta feleségül. Abrám akkor már 10 éve Kánaán földjén lakott. Abrám bement Hágárhoz, az pedig teherbe esett. Amikor látta, hogy terhes úrnőjének nem volt többé becsülete előtte, ezért Száraj ezt mondta Abrámnak, miattad ért engem sérelem. Magam adtam öletbe a szolgáló leányomat, de látta, hogy teherbe esett, és nincs előtte becsületem. Ítéljen ügyünkben az Úr. Abrám így felelt Szárajnak, hiszen a te szolgáló leányod a te kezedben van, csinálj vele,
amit jónak látsz. Ettől fogva olyan rosszul bánt vele Száraj, hogy az elfutott tőle. Az Úr angyala rátalált egy forrásnál, a pusztában, annál a forrásnál, amely a Súrba vezető út mentén van, és ezt mondta: Hágár, Száraj szolgáló leánya, honnan jössz, és hová mész? Ő így felelt: Úrnőm elől, Száraj elől futok. Azt mondta neki az Úr angyala: Térj vissza úrnődhöz, és alászkodj meg előtte. Ezt is mondta neki az Úr angyala: Nagyon megsokasítom a te utódaidat, annyira, hogy meg sem lehet őket számolni. Majd ezt mondta neki az Úr angyala: Íme teherbe estél, és fiút fogsz szülni. Nevezd Izmáelnek, mert hallott az Úr nyomorúságodról. Szilaj ember lesz ő, akár egy vadszamár, kezet emel mindenkire, de őre áll is mindenki. Nem törődik testvéreivel, úgy választ tábor helyet magának. Azután Hágár így nevezte az Urat, aki szólt hozzá: Te vagy a látás istene. Mert ezt mondta: Én is láthattam itt, aki engem látott. Ezért nevezik azt a kutat Laharoi kútnak, ott van most is Kádes és Beret között. Ezután fiút szült Hágár Abrámnak. Abrám Izmáelnek nevezte a fiát, akit Hágár szült. Abrám 86 esztendős volt, amikor Izmáelt szülte Abrámnak. Kedves gyülekezet, szeretett testvéreim, a mai napra ajánlott ige szakaszt olvastam föl, de nem a napi igét, hanem a mai vasárnapra rendelt ige szakaszt. Advent első vasárnapjától egészen a pünkösdöt követő vasárnapig az óegyházi rend szerint minden vasárnapnak, minden ünnepnek megvan a maga hangsúlya. A húsvétot követő második vasárnapot két évezreden keresztül így hívták, és hívjuk most is, Misericordias Domini vasárnap, magyarra fordítva az Úr irgalmasságának a vasárnapja. Ezeknek az ige szakaszoknak, legyen az az evangéliumi részlet, illetve az ószövetségi történet, az egyik nagyon fontos hangsúlya az, hogy mikor, mi módon, milyen körülmény között jön el az Úr, és gyakorolja a gondviselést az ő kegyelméből és irgalmasságából. Még egy bevezető gondolatot engedjenek meg, nekem a közelmúltban olvastam az emberi élettel kapcsolatban egy kifejező képet, egy metaforát. Az emberi élet vagy az emberi életút hasonlítható ahhoz, amit labirintusnak nevezünk. Betévedünk oda, és szeretnénk valahol kijutni. Hova tovább? Célba érni. De a labirintusban kikerülhetetlenül eleltévedünk. Vannak vakvágányok. Van olyan, ami talán kies útnak látszik, és emberileg sok szempontból alátámasztható, de mégsem vezet el a célhoz. Az emberi tervek, az emberi gondolatok, ez a történet ezt támasztja alá. Lehet, hogy logikusak. Lehet, hogy következnek a korszellemből,
ami nagyon sokszor meghatároz bennünket, de nem szükségszerűen nyugszik rajta, az Isten áldása. A történet a hívők atyának, Abrámnak, még az Isten által eszközölt névválasztás vagy változtatás előtt vagyunk, tehát itt még Abrám és Száraj a házaspár, nem pedig Ábrahám, illetve Sára, a házasságához vezet el bennünket. Ha az emberi együttélésben vannak olyan nagy témák, amelyek újból és újból felszínre kerülnek, mégpedig nagyon sokszor akut kérdések és problémák nyomán, nos ez a házasság, és tágabb értelemben a család. Egy házasságba pillanthatunk be e történet kapcsán, ami egy kicsit kitágul, és egy családi történetté válik. Napjainkban a családoknak a meghatározása, a család fogalma sok szempontból kitágult, és mondjuk nem azt jelenti ez a fogalom, amit jelentett 50, vagy 100, vagy 500 évvel ezelőtt. Vannak atipusos családi formációk. Ebben én most nem szeretnék elveszni, csak egy valamit szeretnék a történet kapcsán aláhúzni és egyértelműsíteni, hogy a Szentírás alapján a házassági kötelék, egy férfi és egy nő szövetsége önmagában házasság teljes. Hogy még konkrétabb legyek, a házasság nem szükségszerűen a gyermekért van. Arról a Szentírás azt mondja, hogy az ajándék, az Isten ajándéka, és emberileg teljes és gazdag életet meg lehet élni, adott esetben úgy, amivel küszködnek nagyon sokan a Bibliában, hogy biológiailag terméketlen a házasságuk. A Szentírás alapján ezt tudom mondani. Látszólag Abrám és Száraj között rendben vannak a dolgok, bírnak egy hatalmas isteni ígérettel. Hogy tűnik az Úristen megsokasítja az ő leszármazottainak a számát. Később azt mondja az Úristennek, hogy menj ki a csillagos ég alá, nézz föl, és ahány csillagot látsz, annyi lesz az utódaidnak a száma. Ezt az isteni ígéretet hordozzák. Már több mint egy évtizeden keresztül, de ebből még vajmi kevés látszik. És az egyiküknél elfogy a türelem. Van isteni ígéret, a másik oldalon meg ott van a tény, hogy nem született gyermekük. És akkor következik az, amit a népi bölcsességnek az első fele megfogalmaz. Ember tervez. És a feleség előáll egy javaslattal. Abban a korban az adott problémára nézve, ez egy legitim jogilag is, meg úgy erkölcsileg is elfogadott megoldás volt, hogyha az asszony a házasságban terméketlen, akkor a szolgáló leányon keresztül születhet gyermek, amit adoptálnak, és az lesz ennek a terméketlen családnak a gyermeke. Száraj ezzel az indítvánnyal áll elő. Ezen a ponton hadd emlékeztessek arra, lehet, hogy a Szentíróban is ott motoszkált az első bűnesetnek a története. Hogy tudnélik, a házastársak közül az egyik elbizonytalanodik. És tesz egy javaslatot, tesz egy indítványt.
Ha csúnyán fogalmazok, ő lesz a felbújtó. És a házastárs, a férj, a teremtés történetben Ádám, itt pedig Abrám, meglehetősen passzívan. De jóváhagyólag tudomásul veszi ezt. Ami nem az Isten gondolata, nem az Isten szándéka, hanem egy emberi gondolat, emberi javallat. Ha kiélezem a dolgokat, akkor szemben az Istennek való engedelmességgel. Az elején azt mondtam, hogy a hívők atyáról szól ez a történet, illetve részben róla szól ez a történet. Most hát a Szentírás kendőzetlenül mondja el, hogy milyenek is a hívő emberek. Küszködnek a maguk hitetlenségével és engedetlenségével, még a hívők atya Ábrahám is, és a felesége is. A megoldás logikusnak látszik, de emberi. Az emberihez hozzátartozik az, és itt már egy kicsit bejön legalábbis az én számomra a moralitás, az erkölcsiség, hogy ezt a szolgáló lányt, Hágárt, ezt eszközként használják. Tárgyként kezelik. És a férfi és a nő kapcsolatában, meg úgy egyébként is az embertársi kapcsolatokban, amikor a másik embert tárgyiasítjuk, akkor letérünk arról az útról, amit mintaképpen, példaképpen elénk tesz Isten írott igéje. Mert ez a történet is arról beszél, hogy az Úristen ezt soha nem teszi meg. Velünk ellentétben. Sokszor idézem Ézsaiás könyvéből ezt a mondatot, a ti utaitok nem az én utaim, és a ti gondolataitok, azok nem az én gondolataim. Az egyik legnagyobb bűnünk nekünk, hívő embereknek, amikor a saját gondolatainkat, amelyeket még egyszer mondom, sok szempontból alá te lehet támasztani, megideologizáljuk, és úgy állítjuk be, mint az Isten akaratát és az Isten gondolatát. Ez a bűn. A következő hangsúlyt lényegileg már kimondtam. Ez a történet arról beszél, hogy a cél az nem szentesíti az eszközt. Legjobb tudomásom szerint ezt a jezsuitákkal szemben fogalmazták meg. A jezsuita rend egy nagyon szigorú, militáns, szerzetes rend volt, ahol a cél érdekében fölhasználtak olyan eszközöket is, amelyek nem olyan nagyon szorosan tartoznak a Biblia meg a hitvilágához is, mondván, hogy a cél érdekében adott esetben félre lehet tenni az isteni gondolatot és az isteni szándékot. A Szentírás azt mondja, hogy nem. A cél az nem szentesítheti az eszközt. Odáig nincs is baj, amíg Száraj, a szolgáló lányt bevezeti Abrám hálószobájába, és hogy megfogan a gyermek. A bajok ott kezdődnek, amikor ez a szolgáló lány öntudatra ébred. És rádöbben arra, szintén a kor gondolkodása szerint, hogy az Isten szemében ő az áldott. Mert a gyermek az az Isten áldása szemben a gazdájával, Szárajjal. És lehet, hogy ez az öntudat megnyilvánult. Általában ez úgy szokott lenni. És érezteti ezt Szárajjal.
És akkor kiderül az, amiről már eddig is szóltam, hogy az az emberi megoldás, ami jónak tűnt. Használom a kortárs kifejezést, ami praktikus, az valójában zsákutca. Mert meghasonlás történik. Nem csak Száraj és Hágár között, de Száraj és Abrám között. Meghasonlás történik a házasságban. Egy olyan krízis, ami nagyon nehezen feloldható. És nagyon nagy valószínűség szerint én nem vagyok pszichológus, de azért annyit tudok a dolgokról, hogy akkor, amikor az ember úgy legmélyén belül az érzéseinek rádöbben arra, hogy igen, ezért jelentős részben én vagyok a felelős, akkor ezt elkezdi elhárítani és ráterhelni másra, Abrámra. És ez történik ebben az esetben. Úgy tűnik, hogy a férj azonban nem akar beállni a két asszony közé. Elhárítja magától a felelősséget. Erről is nagyon hosszan lehetne beszélni. Elteltek évezredek, de akár családi vagy bárminémű konfliktusokban, tessenek már nekem mutatni néhány embert, aki veszi a bátorságot, és azt mondja, ki mondja, hogy igen, ezért én vagyok a felelős. Hogy emberi együttélések és közösségek, legyenek azok családok, legyenek azok gyülekezetek, vagy legyen a társadalom. Itt felelősöket nagyítóval kereshetünk, de szinte alig találunk. A dolog odáig fajul, hogy a konfliktus a két nő között elmérgesül, és gyakorlatilag Hágárnak, ezt így szoktuk mondani, kitelik otthonról a becsülete. És elfut, elmenekül a pusztába. A puszta nem egy idilli hely. Kirándulni el lehet menni a pusztába. Akár Magyarországon a nemzeti parkokba, romantikusak. Egy-egy fél napot eltölteni ott élmény. De ott élni, ott boldogulni, az élet egyik legnagyobb kihívása. És akkor most érkezünk meg ennek az igének, meg ennek a mai vasárnapnak a legfontosabb üzenetének. Ott, ahol minden csak nem teljes egészében elveszni látszik. Ott, ahol nem nagyon marad emberi megoldás, csak a menekülés és a futás, ott egyszer csak megjelenik az Úr. Megjelenik az Úr angyala. Lehet, szeretett testvéreim, hogy az életben vagy magunktól, vagy egyfajta kényszerből ki kell menni a pusztába, a puszta létbe. Azért, hogy ott átéljük, hogy valójában milyen közel is van hozzánk az Isten. Az Úr megkeresi és megszólítja Hágárt. Ez a kérdés évezredek távlatán keresztül nagyon valóságos és nagyon mai. Honnan jössz és hová mégy? Ezt kérdezi tőlünk az Úristen. Honnan jössz? És hová mégy? És érdemes itt megállni. Érdemes számvetést tartani, átgondolni a dolgainkat, az életünket. Honnan, hová tartunk? Persze, lehet, hogy azt érezzük belül, hogy az életünk egy sodortatás, és szinte alig van benne tudatosság.
Vagy ha van, akkor az is zsákutcás és téves út. Honnan jössz, és hová mégy? Nem először és nem utoljára az Isten igéjéből azt értjük meg, hogyha rólunk lemondanak is, ha a közvetlen környezetünk el is engedi a kezünket, az Úristen ezt nem teszi meg. Ő utána megy a menekülőknek, a reményteleneknek és a kiszolgáltatottaknak. És megáll mellettük. És nagyon konkrét módon beszél az ő irgalmasságáról. Megerősíti ezt az asszonyt, hogy igen, fiút fog szülni. Abrámnak. És nem is akármilyen lesz ez a megszületendő gyermek. Tetszenek tudni, az arabok ős atya Izmáel. Az Isten meghallgatott, ez a névnek a jelentése. És az Isten szava, az Isten közelsége történet alapján elég. Hágár találkozik a látás Istenével. Hadd hozzak párhuzamba egy új szövetségi evangéliumi történetet, nemrég olvastuk. Jézus és a samáriai asszony találkozása szintén a kútnál. Szintén egy szétesett, egy menekülő élet az, aki látszólag belebotlik a fáradt zsidó vándorban, ott a kút mellett. És a beszélgetésből kiderül, hogy milyen összekuszált a családi élet. De ő is fölismeri azt, amit Hágár évezredekkel korábban a pusztában, hogy ő meglátott engem. Az Isten az ő szemét gyakran rajtam felejti. Nem kicsit szabadon idéztem Ady Endrét. Meg azt hiszem, hogy sokaknak a vallomását, Isten élményét tud rólam. És ő az én irgalmas és kegyelmes szerető atyám, akivel Hágár találkozott, és akivel mi is találkozhatunk, a mai ige alapján a látás Istene. Az Isten lát bennünket, és mi is megláthatjuk őt. És az záró hangsúly ide hegyeződik, és itt történik a visszacsatolás a mögöttünk levő ünnepre, ami lelki szemeinkkel, ami hitünkkel, azt kell meglátni, akit fölfüggesztettek a Golgotai keresztre. És ő belé kell vetni a bizodalmunkat, mert ő azért jött, hogy ne elveszettek, hanem megtaláltak legyünk. Közénk hozta, beleélte ebbe a világba az Isten irgalmasságát, hogy irgalmat nyert, megbékélt emberek lehessünk. Mert az Isten szava, az Isten bíztatása mindenhez elég. Hágár életében nem oldódott meg minden maradéktalanul. A 21. fejezetet otthon tessenek elolvasni. Az emberi terv és az Isten terve nem ugyanaz volt, de az Isten irgalmas és kegyelmes velünk is. Mostanában talán nem vagyok ezzel egyedül. Elég sokat aggodalmaskodok az Anyaszentegyházunkról. Ami biztatást ad az én számomra, az az Isten igéje. Valószínű, voltak ennél nehezebb időszakok is. És nincs más, amiben kapaszkodhatunk. Csak az Isten élő beszéde, az ő bennünket való látása és az ő irgalmassága, amely megmarad mindörökre, és ezért legyen dicsőség neki. Amen. Válaszoljunk az elhangzottakra, és énekeljük.
A 744-es számú éneknek az első, második és negyedik versszakát. Az ének így kezdődik: mind jó, amit Isten tészen. Hiszen szánkozó Legyen áldás, dicsőség, tisztesség és hálaadás a Szentek Urának örök magasztalás. Drága Urunk, köszönjük, hogy ha azt élhetjük meg, azt érezzük belül, hogy nem hiába jöttünk el a Te házadba, azért, mert a Te igéd szól, a Te hangod elér és megtalál bennünket, és az Isten igéjének van üzenete. Az idők távlatából, mégis a lélek erejéből itt és most erősít és bátorít. És tanúbizonyságot tesz arról, hogy az Isten irgalmassága és az Isten gondviselése az egy hatalmas nagy erő, ami nekünk minden körülmény között elég. Urunk, a hallott ige alapján add, hogy át tudjunk gondolni alapvető kérdéseket. Leginkább azt, amit te kérdezel tőlünk. Honnan jössz? És hová mégy? Add, Urunk, hogy előtted számot tudjunk vetni önmagunkkal és önmagunkról. Hisszük, Urunk, hogy igazából megoldás az Isten és az önismeretben van, Jézus Krisztuson keresztül. És hogy téves utakból és elrontott emberi megoldásokból mégiscsak lehet kibontakozás, és azon lehet az Isten áldása, ez csak tőled van, nem tőlünk. És a lelkünk mélyén egy idő után biztos azért jövünk el ebbe a házba, hogy kérjük
a te áldásodat. A te áldásodat kérjük, Urunk, a házasságokra, a családi kötelékekre. Imádkozunk, Urunk, azokért konkrétan, akik, mint a bibliai történet szereplői, küszködnek a terméketlenséggel. Sajnos elég sokan vannak. Áld meg és ajándékozd meg őket a te áldásoddal. Ez a világ emberileg sokféle megoldást javasolhat, de add, hogy az legyen a valódi, a célra tartó, a gazdagító, amely te tőled való. Áld meg, Urunk, azokat a családokat, amelyek küszködnek a belső feszültségekkel, hova tovább a széteséssel. Add, Urunk, hogy a kötelék és a szövetség megerősítessék, ahogy az ige mondja, hisszük és valljuk, hogy a hármas fonál az nehezebben szakad el, add a te jelenlétedet, a te szavadat és a te irgalmasságodat ezekre a helyzetekre. És imádkozunk, Urunk, azokért, akik talán a családból kiszakadva, lehet, hogy maguk úgy élvik meg az életet, hogy egyfajta fekete bárányok lettek, kallódnak és keresnek. Add, hogy utat, életet és megoldást találjanak, ami hitünk szerint az Úr Jézus Krisztuson keresztül. Mert rajta keresztül látsz bennünket, és az ő látásán keresztül juthatunk el te hozzád, minnyájan, kivétel nélkül. És áld meg, Urunk, a te népedet, az anyaszent egyházadat, add, hogy ne essünk szét. Add, hogy ne rendüljenek meg az alapok. Add, hogy ne hitetlenkedjünk, hanem bízunk benned, aki igéje és lelke által ezt a közösséget oltalmazod és megtartod. Így ajánljuk irgalmasságodba, kegyelmedbe az egész életünket. Amen. Ti azért így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, Istennek, ami mennyei atyánknak szeretete, és a Szentlélek közössége legyen, maradjon mi velünk most, és mindörökké. Amen. Tessenek helyet foglalni. Kedves gyülekezet, szeretett testvéreim, az istentiszteleti rendet hirdetem, délután 5 órakor tartunk istentiszteletet, holnap 7:30-kor hétkezdő áhítatot, délután 4 órakor az énekkarnak lesz próbája. Szerdán 17 órakor és 18 órakor tartunk bibliaórákat, csütörtökön 17 órakor és 18 órakor konfirmációs előkészítő alkalmakat, és hogyha az Isten éltet bennünket, mához egy hétre a szokott időpontokban, pedig Isten tiszteleteinket. Elkezdődött a második negyedév, szeretettel kérem az újság előfizetést, legyenek olyan kedvesek az érintettek rendezni. Még egy apróságot hagy jegyezzek meg, ami inkább egy kérdés, vagy lehet, hogy egy bennem levő kétség, hogy én nagyon régóta ennek a gyülekezetnek a lelkésze vagyok, és itt vagyok ebbe a templomba, és úgy körülbelül úgy szokott lenni, hogy így április dereka táján leszoktuk kapcsolni a fűtést. Emlékeim szerint olyan még nem fordult elő, hogy amikor eljövünk április közepén a templomba, akkor a templom már úgy fölmelegedett, hogy 20 fok van. Tegnap kint kerékpároztam a határban, elmentem egy gabonatábla mellett, és a
kalászost már kilökte a gabona. Ez nagyon sok kérdést fölvet, és az az irány, amely felé tart ez a világ, nagyon sok szempontból, az én megítélésem szerint ebből a szempontból sem jó, még akkor is, ha egyébként jól esik a meleg, meg a napsütés. Csak azt kérem, hogy az imádságainknak a tárgyát és témáját amennyire lehet, nyissuk meg. Mert a mai vasárnap hangsúlya alapján ezt a világot fenntartó és gondviselő Isten irgalmassága az, ami bennünket megmenthet. Ezért pedig mi könyöröghetünk. Adja mi Urunk, hogy ez így is legyen. Az áró énekünk a 809-es számú ének, végig énekeljük, Isten nevét dicsérem.